Milyen életkorban lehet ivartalanítani a kutyát? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és már vártam is, hogy valaki ezt fölteszi, mert e tekintetben mondjuk jelentős átalakulás volt és van az állatorsi felfogásban különböző kutatások alapján. Mondom akkor a lényegét a dolognak. Amikor mondjuk én 30 évvel ezelőtt ezekről a kérdésekről tanultam, akkor az volt a dogma, hogy az, az első tüzelés után kell az ivartanítást elvégezni. Ez volt a, az, amit mindenkinek meg kellett tanulni ez ügyben. Közben sokat változott a világ. Amerikából elindult egy olyan mozgalomnak is tekinthető felfogás, amely néhány hetes korban végzi el az ivartanítást, és ennek az évrendszere úgy foglalható össze, hogy ezekben az időkben a gonádok még olyan mértékben fejletlenek, hogy nem is alakul ki mondjuk az emlőszövet, és azok a megbetegedések, amelyek az emlőt, a herét vagy a petefészket érintik, vagy a méhet érintik, később felnőttkorban statisztikusan természetesen, tehát nem minden egyetet érintő módon daganatok, gennyes gyulladások és egyebek, azoknak a, a, mennyiségét, statisztikáját ez jelentősen javítja, vagy javította. Ennek óriási nagy tábora és hívei, híve van az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt, ezt, az érvrendszert és ezt a, ezt a megközelítést Európában még nem sikerült teljes mértékben átvinni és áthozni. Talán az európai felfogás ettől egy picit távolabb áll még, de vannak már Európa Európában is ennek a, ennek a párhetes hetes kori ivartanításnak hívei. Természetesen vannak az ivartanításnak szövődmény lehetőségei is, már csak a technikai okokból is, hiszen ezekben a párhetes hetes korszakokban az altatás, a bódítás, illetve hát a, ezek a hasüli műtétek azok bizony szövődménnyel is járhatnak. Tekintettel a az állatnak a, a, a hát nagyon a, kis testtömegére, illetve a, az altathatóság szempontjai ebben a kis testtömegben és a kis, a, alacsony életkorban is a, hát számítanak. A, ma itt Európában és Közép-Európában a felfogásunk azt mondja, hogy optimális ideje az ivartanításnak az első tüzelés előtti, közvetlen az első tüzelés előtti idő, amely már elég időskor ahhoz, hogy az altata hatósággal ne legyen semmiféle probléma, elég nagyok az állatok már ahhoz, hogy technikailag az ivartanítás biztonságosan kivitelezhető legyen, viszont hozza még azt a jó tulajdonságát, vagy jó hasznát ennek a korai ivartanításban leírtaknak, nevezetesen, hogy amikor még az első ivarzás hát nem jön létre, akkor ugye a gonádok átalakulása és a gonádok által termelt hormonok okozta küllemi átalakulások nem mennek végbe. Ez segíti a későbbi emlőben történő esetleges kóros átalakulásoknak megelőzését. Kankutyánál ugye itt nincs ivarzásról szó, tehát egy folyamatos tesztosztálon termelés van, ott nagyjából a 6 és a 8 hónapos kor közötti, vagy 7 és 10 hónapos kor közötti idő azt tartjuk optimálisnak az ivartanítás szempontjából.